tudtam az Atival reggelizni, pedig vele szeretek, most egyedül kell, mert már elment dolgozni. Nem annyira jól indult ma a reggelem, mert nem nagyon aludtam az éjjel, úgyhogy picit ilyen zombi üzemmódban próbáltam magam összekapargászni. Szerintem nagyjából sikeresen, most már jobban érzem magam. Csináltam egy jó kis meleg szendvicset. Ettől mindjárt erőre kapok, mert nagyon izgi napunk lesz. Most már 35 hetes kismama vagyok, de nyomjuk ezerrel, még mindig van egy csomó projektem. Három naponta kiszoktam takarítani a fürdőszobát, hogy ne uralkodjon el rajta a vízkő, meg a szappan lerakódás, meg a minden más. Csináltam magamnak citromsavból és vízből vízkoldót, TikTokon láttam, és ezt így szabad terhességet is használni. Dettollal lefertőzöm a kádat kívül belül, meg a kiskukát is. És azt tapasztalom egyébként, hogyha ajakszot teszek a kádnak az aljába, forró vízzel, és egy kicsit hagyom állni, akkor simán lemosom ezeket a szappan lerakódásokat, és sose lesz ilyen ragacsos, meg csúnya a kád, úgyhogy ezt így 2-3 naponta meg szoktam csinálni. Gyorsan megpucolom a tükröket is, ugyanezzel a kis DIY vízkőoldommal szoktam a csapokat is áttörölni, és szerintem maradok is ennél egyébként terhességem után is, mert bevált. Nem kell a sima vízkőoldó, és ez így olcsóbb is. Átfertőtlenítem a pultot, de tollal mehet vissza minden, még mindig a gingerbread-es kézmosót használjuk, imádom az illatát, meg persze áttörlöm a mosdókagylókat, és ugyanez az ajakszos dolgot megcsinálom abba is. Ezt nem szoktam mindig, de most megcsináltam is, kész. Na, elkészültem, mert megyek át 9 órára a barátnőmhöz. Nagyon-nagyon izgalmas napunk lesz. Kaptam egy lehetőséget a Midától. Adnának nekem egy fűtő-hűtő klímát. Átadtam a lehetőséget a barátnőmnek, aki most kezdi el az önálló életét. A kis lakásában készül a konyhája, készülnek a szobák, úgyhogy nagyon-nagyon örült neki. Így ő kapja ezt a Midea a fűtő-hűtő klímát. Nem lesz neki teljesen meglepetés, mert hát persze tudja, hogy megyünk, de örült neki, és én is nagyon örülök, hogy ha öröm meg tudok neki szerezni. Úgyhogy ez lesz a mai napnak a legjobb pontja, már reggel folytatódik az álomház projekt, csak a Henninél. Ez a Henni álom lakás projektje. Úgyhogy köszönöm szépen a Midának a klímát, és hogy támogatták ezt a mai videót irány a Hennihez. Most látom én is először a kis lakását. Itt lesz a konyha, neki még van karácsonyfaja, nagyon irigykedem. Itt a nappali, itt van a klíma is. Ilyen szép lett, sokkal szebb, mint a miénk. Át is adom neked a távirányítót, és kapcsolod be a készüléket nyugodtan. Akkor az első ez a hűtésüzemmód, ez a szárítás és a fűtésüzemmód. A legvégén pedig van egy sima ventilátorüzemmód is. Ez egy fűtésre optimalizált készülék. A fizikai méretezése is úgy lett kitalálva, hogy minél könnyebben, minél egyszerűbben tudjon fűteni. 1 kW befektetett villamos energiából 5,3 kW fűtési energiát állít elő. Ez a piacon még nagyon jó hatásfoknak számít. A miénk az 3-at. Igen. Tehát így tudunk vele nagyon olcsó, nagyon nagy mennyiségű energiát előállítani. Wow. És ez micsoda? Az a kis... Ez egy intelligens szem. Figyeli a szobában tartózkodókat, mert ő csak a jelenlétben. Ha lekapcsoljuk a villanyt, éjszaka van, akkor ő visszaveszi a ventilátor fordulatszámot, ezzel még kevesebb zajt bocsátva ki magából. Az inverter klímáknál és egyébként bármilyen fűtő-hűtő egységnél az a leggazdaságosabb üzemeltetési módszer, hogyha bekapcsoljuk a készüléket, beállítunk egy hőmérsékletet, és mi ezt a hőmérsékletet tartjuk a készülékkel, akkor fogja a legkevesebb energiát fogyasztani. Elkészült a klíma! És még kaptunk ajándékba terhes párnákat, amúgy nem azok. De nekem pont ilyen van otthon, ami az. Ezzel nagyon jó összebújni.
Srácok, egy iskola mellett állok, szóval azért lesz hangzavar, de beszabadultam a kínaiba, mert tegnap a TikTokon láttam, hogy egy lány. Ezt nem szabad nekem most megenni, mert nagyon-nagyon csípne. Nem bírom terhesen a csípőset, úgyhogy nem fogom beletenni a csípős szósz, csak a sajtosat. Tojást rakott rá, ilyen sajtot és szezámmagot. Úgyhogy én nekem is ilyet kell ennem, vagy megőrülök, és utána mocsit. Ez van, amikor túl sokat TikTokozok, ezt meg a Henitől kaptam. Annyira cuki. Bejöttem anyához, aki egyébként közben nagyon finomakat főz. Abicsána di melenzán. Ennyi, ezt nem tudom kimondani, de hallottátok. És én akkor is ezt a TikTokos förtelmet fogom enni ebédre, mert nagyon megkívántam. Na, ez nem néz ki jól, és nem is jó. A csípősben az íz, és azt nem tehettem rá, szóval... Meg lehet állapítani az arcomból, hogy nem nagyon aludtam az ég. Elég nyúzott vagyok már, most ha otthon lennék, lefeküdnék aludni, de látjátok, kint sötét van, és elbeszélgettem anyával az egész délután, szóval nem tudom, milyen napi vlog lesz ebből. No. Mostanában már sokszor nem alszom éjjel, amiatt, mert kényelmetlen, vagy elzsibbad valamim, elmacskásodik a lábam, nem találom sehogy a helyem. De ma szimplán csak azért nem aludtam, mert én álmatlan voltam. Óránként felkeltem pisilni, de tényleg szerintem 35-ször voltam mint éjjel pisilni, és megfogadtam, hogy nem alszom el ma, mert általában ülve szoktam aludni ilyenkor, hogyha ennyire nem alszom éjjel, a kanapén, főleg ha így lefekszem a kis csapatommal, Nyuszival, Mézivel, babával lefekszünk négyen, biztos, hogy elalszunk mindannyian. És akkor megeste megint. Amiatt nem tudok aludni, úgyhogy mondtam, hogy ma nem, de hogy mondjak ennek ellent. Ja, meg elkezdtem a vizes pohárba úgy beletölteni a vizet, hogy rajta volt a teteje, és annyira lassú volt a reakcióidőm, hogy csak így néztem, hogy öntöm rá a vizet, és folyt mindenhova, és oh, mit csinálok? Kicsit le kell pihennem, mert nem bírom. Szoktam amúgy beájulni a kanapének ennek a kis sarkába. Ide bekuckózunk. És élvezem csak, hogy a babám mocorog. Óriásiakat rúgdos. Felkeltünk a pihiből. Mézi lopott egy hajgumit. Ati hazért a munkából, és itt fogok ülni. Régen a másik lakásban nagyon nagy kádunk volt, nagy sarokkal és csomószor fürödtünk együtt. Most abban a kádban szerintem egyedül alig férnék bele. Akkor miért röhögsz? Úgyhogy most az maradt, hogy Ati fürdik, én meg ülök a földön. Vizesedés miatt limitálnom kell azt az időt, amit állva töltök, úgyhogy a vasaláshoz már van egy kis segítségem. Úgyhogy megcsinálom az összes mosást, mert holnap jön nekem Marika segíteni kivasalni. Viszont, mivel holnap ultrahangra megyünk, meg lesz program, megcsinálom most előre holnapra az ebédet, aztán kidőlök. Megint csak TikTok recept, ilyen krémlevest fogok csinálni, kell hozzá paradicsom, hagyma, fokhagyma, oregano, bazsalikom, leves kocka, még nem tudom melyik lesz, és főzőtejszín, meg majd amit még közben kitalálok. Na itt vannak a zöldségek, egy szerény adag fűszerrel és olívaolajjal rajtuk, előmelegedett a sütő, úgyni. Na megsültek a zöldségek, leturmixolom őket. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world. Tereim szerint ma skipelni akartam a vacsorát, mert valahogy nem voltam éhes, de aztán rájöttem, hogy ha nem eszem lefekvés előtt, akkor valószínűleg éjjel fogok arra felkelni, hogy vagy megeszek egy fél disznót, vagy
valakit, úgyhogy szedtem magamnak egy kis levest. Hát én ezt inkább zöldségkrémlevesnek mondanám, mint paradicsomlevesnek, de annak hirdették a TikTokon. Persze én tettem bele egy kis reszelt sajtot, of course. Tudják a dolgokat ezek a TikTokerek. Aztán igazából ennyi volt ez a nap. Még ez lesz a mai programom, megnézem a kisbabámnak a pulzusát lefekvés előtt, és alszunk. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett. Tök jó volt így a Jenivel tölteni a délelőttet, és látni, hogy örült a klímának. Köszönöm szépen a Midának, hogy támogatta a mai videómat. Hát, találkozunk a következőben, de ezt úgy mondom nektek, hogy vagy ez az utolsó, vagy lesz még egy videó a baba érkezés előtt, mert még kettőt tervezek, aztán ember tervez, Isten végez, meglátjuk, hogy mennyi videót sikerül, de kettőt tervezek még a kisfiunk érkezése előtt. Szerintem találkozunk a következő videómban hamarosan, vagy egy picit később. Sziasztok!